2016-ban Palkovics miniszter úr azt nyilatkozta, hogy a következő évben a pedagógusok átlag fizetése az eléri a diplomás bér 80%-át, tehát 2017-re el kellett volna érni a diplomás átlagbér 80%-át. Ez nem sikerült, ugye ez 6 évvel ezelőtt volt. Azóta sem sikerült ezt teljesíteni, ráadásul már önmagában felmerül az a kérdés, hogy egy pedagógus miért csak a 80%-át éri a diplomás fizetéseknek, hiszen az ő diplomájuk is 100%-os, ráadásul azért tudjuk, hogy a gyerekeinket oktatni és a jövőre nevelni és ahhoz hozzásegíteni, hogy mondjuk a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek és egy hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak, az azért nem kis felelősség és nem kis munka. Ehhez képest a kormány kényelmesen hátradőlt, mindenre van pénzük, stadionokra, mexikói templomokra, szerb foci csapatoknak a támogatására, Vodafone részvénypakett vásárlása, és hosszan lehetne sorolni, hogy a saját fizetésük, Orbán Viktor és Matolcsy György fizetésének az emelésre csak éppen valahogy nem sikerült soha sort keríteni egy tisztességes pedagógus béremelése. Szintén el szokott hangozni kormánypárti részről az, hogy hát mindig a gazdaság teljesítésének arányában kell, vagy lehet a béreket emelni. Ehhez képest ugye láttuk megint csak, tehát a miniszterek, államtitkárok, képviselők bérei folyamatosan emelkednek, a pedagógusoké nem, ráadásul ugye folyamatos GDP növekedés volt az elmúlt években. Ehhez képest az oktatásra fordított GDP arányos összeg az folyamatosan csökkent. Ha megnézzük, 2002-ben még GDP arányosan a kormány 5,4%-ot fordított az oktatásra, 14-ben már csak 4,2%-ot, 19-ben már csak 3,9%-ot, 2020-ban pedig 3,8%-ot, tehát GDP arányosan is folyamatosan csökkent az oktatásra fordított összeg, miközben teljesen fölösleges presztízsberuházásokra mindig volt pénz. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy mi most benyújtottunk a párbeszéddel egy olyan költségvetési módosító javaslatot, amiben egyértelműen látszik az, hogy van pénz a pedagógusok béremelésére. 285 milliárd forintból egy azonnali 45%-os a szakszervezetek által követelő béremelést meg tudjuk adni. Itt most nem arról kell szavaznunk, hogy most azonnal megemeljük ezt a pedagógusok bérét, hanem arról kell szavaznunk, hogy legalább a ház elé kerülhessen és meg lehessen ezt vitatni. Kérem szépen ebben a támogatásokat, szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a pedagógusok ennél többet érnek.